A dzsungel könyve, csoportterápia, vagy a tavaly bemutatott 18 teltházas előadást megélt Made in Hungária. Néhány azok közül a darabok közül, amiket a Teatrum ad Flexum mutatott be az elmúlt években. Az előadások kellékei és az emlékeket felvonultató fotók kaptak most helyet a Flash Központ Galéria 94 kiállító termében, ahol június 11-én kedd délután nyílt kiállítás a Mi Színházunk címmel. A vendégeket Csiszár Péter köszöntött. Van egy színházunk, és nem csak nekünk van, tehát hogyha a házigazda nevébe beszélek, hanem Mosonmagyaróvárnak is van egy színháza. És nem professzionális színház, hanem amatőr színház, még talán, és ilyen lelkesedést és ilyen sok sikert, amit itt most a képeken az elmúlt előadásokból láthatunk, nagyon kevés színházi társulat élhet meg. A kiállításra Vitéz Vilmos, aki maga is a helyi színjátszás megkerülhetetlen alakja, saját költeményével készült. Amikor a színpadi jelmezt öltesz fel magadra, s festett díszletek között játszod el a bambát, átlényegülsz egy másik világba, hol tükröződik jellem, emberség, ha épp a jóra való hőst testesíted meg. Az elmúlt évek egyik legnagyobb sikernek örvendő darabjának, a Pál utcai fiúk legismertebb dalát adták elő az Árszonga stúdió tagjai a kiállítás megnyitón. A Teatrum ad Flexum több mint két évtizede képviseli a helyi színjátszást, egyik otthonát pedig a Flash Központ biztosítja. Ezért is tartották fontosnak, hogy az intézmény 40. évében egy olyan tárlatot rendezzenek, ahol a társulat legfontosabb darabjai kapnak helyet. Rengeteg díszletünk van, hatalmas díszletek, a jelenlegi kiállítás inkább jelzésértékű, egy-egy kiemelt díszlet, ami tükrözi a darabot, vagy a darabból próbál valamit visszaadni. Ami nagyon nehéz volt, három helyszínen is tároljuk a díszleteinket, hiszen a 20 év alatt rengeteg díszletünk van. Sajnos nincs a színháznak egy olyan raktárhelyisége, ahol szépen rendezetten tudjuk a dolgokat, úgyhogy nem volt egyszerű összeszednünk az egyes daraboknak a díszleteit. A kiállítás különlegessége, hogy minden darabnál, tehát a tárlat minden állomásán egy-egy QR-kód fogadja a nézőt, amiken keresztül olyan videókat nézhet meg, amik akár több évvel ezelőttre a darabok bemutatójára repítik vissza a nézőt. Amikor egy 5-6 évvel később visszanézi, és azok a szereplők tudnak róla nyilatkozni, akik ebben benne voltak, és akkor az egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Illetve vannak olyan archív felvételek, ami már 21 éves, és van olyan felvételünk is, ami éppen most került fel az internetre, és nagyon érdekes volt például a kölyöknél, hogy mit nyilatkoztak a szerzők, mit nyilatkoztak akkor a szereplők. A Mi Színházunk című interaktív kiállítás június 25-ig tekinthető meg a Flash Központ Galéria 94 kiállító termében.